Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban hoztam nektek még több információt a tegnapi frissítésről, ami elmaradt vagy utólag kiderült, illetve arról is beszélni fogunk, hogy tegnap miért nem volt koncert event, hiszen be volt jelentve, de nem történt semmi. Ezen kívül beszélni fogunk újabb ingyenesen megszerezhető cuccokról, Twitch droppok, lesz itt kreatív koncert, ami elvileg tényleg koncert lesz, újabb NPC-k, amiket tegnap találtam meg, és elég érdekesek, meg ezen kívül sok minden más is. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Gonzi Rider. Ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Na de beszéljük meg azt, hogy a tegnapi koncert az mi is volt pontosan, vagy mi történt tegnap. Az egész probléma ott kezdődött, hogy 19-én Twitterre kirakták, meg Facebookra is, ugye meghívtak minket, lesz majd egy kozmikus nyári ünnepség, egy eventszerűség, ami ugye 22-én lesz, délután 3 órakor. Itt azért már mindenki elkezdett agyalni, hogy akkor most pontos dátum szerint kezdődik valami, akkor gondolja az ember, hogy lesz valami. Miután tegnap megtörtént a frissítés, belépve azt vettük észre, hogy Believer Beach teljesen eltűnt, nem volt ott semmi. Itt már az ember nem tudta, hogy most akkor mi történik, illetve még az is érdekes volt, hogy amint megvolt a frissítés, egyből megkaptuk az új nyári challenge-eket, nem is kellett várni délután 3-ig. És szerintem ez volt itt a probléma. Viszont akkor, mi történt délután 3 órakor? Ekkor kaptunk egy előzetest, hogy elkezdődött a kozmikus nyár, kaptunk új challenge-eket, jönnek az LTM-ek, ugye az ingyenes jutalmak, meg minden más. Amit az Epic Games az elcseszett az az, hogy igazából az egészet délután 3 órakor kellett volna elkezdeniük, ehelyett ugye frissítés után már délelőtt 11 órakor lehetett csinálni a challenge-eket, illetve Believer Beach azért volt eltűnve, mert valószínűleg délután 3 órakor akarták berakni a régi helyett, ugye ezt a koncertes verziót, de ugye elcseszték, és így kicsit kavalkád volt az egész. Szóval a lényeg srácok, nem volt semmilyen koncertevent, semmi se, csak elkezdődött a kozmikus nyár, ami ugye 2 hétig tart. Na de senki sem szomorkodjon, hiszen kreatívban lesz egy Easy Life koncertszerűség, nem tudom, hogy pontosan hogy hogyan fog kinézni, elvileg valami nagy durranás lesz, vagy valami látványos dolog lesz, annyi biztos, hogy ha ott leszünk, kapunk egy ingyenes zenét. Amit lehet tudni erről az egészről, hogy 24-én, nálunk este 9:30-kor kezdődik ez az egész, és egészen 27-ig fog tartani, szóval lesz egy pár napunk megnézni. Amit még tudni lehet, hogy ez kreatívban lesz, elvileg majd meg fog jelenni a Welcome Hub-ban egy ilyen portál, ami ide fog elvinni, és meg lehet nézni ezt az egészet. Azt, hogy ezen belül pontosan, hogy milyen lesz, vagy hogyan fog nézni, nem tudom, elvileg olyat hallottam, hogy 20 perces lesz, annyi biztos, hogy egy graffitit, illetve egy zenét be lehet majd zsebelni, aki ide ellátogat. Szóval annyit még szerintem megér. Akinek megvan a Twitch-es Number One Backbling, az észrevette, hogy kapott egy arany stílust, ami azt jelenti, hogy újabb jutalmakat fogunk kapni Twitch droppokból. Ez így is van, hiszen mától már meg lehet szerezni a Buff Bash nevezetű emotikont 15 perc alatt Twitch-en. Mától kezdve minden nap lehet szerezni valamit, ma emotikont, holnap graffitit, utána töltőképernyőt, és végezetül 26-án egy egész bundle-t, amiben mind a három dolog benne van, aki esetleg nem akar ugye egyesével megszerezni mindent. Itt ezen a képen láthatjátok, hogy mikor lesznek pontosan, illetve kiket kell nézni, úgyhogy srácok, sok sikert, 15 perc alatt be lehet zsebelni mindent. Aki esetleg kíváncsi arra, hogy ebben a hónapban milyen skinek fognak visszatérni az Item Shop-ba, annak itt van egy teljes kép. Ma már ugye bekerült a Summer Legends pack is, ami már ugye egy éve nem volt bent, ez is visszatért. Elvileg még vissza fog jönni a Dark Rising bundle is, azt is meg tudjátok majd vásárolni. Viszont ezeken kívül lesz egy Rahedli Locker bundle is, vissza fog térni a Zone Wars skinek a kaktusz is, meg rengeteg régebbi imót. Hála a leakereknek kiderült, hogy meg lehet, hogy a júliusi krupekben Foundation lesz a skin. Ezt onnan lehet tudni, hogy két bannerikon kileakelődött, az egyiken a Spire torony robbanása van, ugye gondolom az űrlény miatt, a másikon pedig egy Lotus van, ugye a Season 6-os eventen, amikor elkezdődött a Season, akkor ugye a Foundation és Jones próbálták megjavítani a Zero Pointot, ekkor lehetett látni ezt a Lotust. Ez a két banner ikon szerintem egyértelmű utalás arra, hogy Foundation lehet a következő Krupak skin, alapból ugye ő robbant ki a torony tetejéről, illetve ő volt ott, amikor a Lotus event történt.
Sőt, olyan információ jött a következő krupekről, hogy elvileg lehet majd fejleszteni a skint, ami azt jelenti, hogy minden hónapban, amikor veszük a krupekeket, akkor a Foundationhöz vagy valamelyik skinhez, amit kapni fogunk a következő hónapban, folyamatosan fejlődik, szóval extra stílusokat lehet majd rá feloldani. Az is kiderült, hogy amikor visszakapjuk majd a régi lobbinkat, szóval véget ér majd a kozmikus nyár, akkor a lobby változni fog folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy minden héten vagy naponta űrlénytojások jelennek meg a lobbiban, és minél több lesz. Az, hogy ez pontosan mikor lesz, azt nem lehet tudni. Nem tudom, hogy mire készül az Epic Games, úgy látszik, hogy az űrlények tényleg el fogják foglalni az egész szigetet, és mindenhol űrlénytojás lesz. Nagyon úgy látszik, hogy két héten belül Holly-nak a neve is meg fog változni, sőt az egész Holly meg fog változni, ugyanis amikor egy küldetést kapunk, hogy menjünk el oda, akkor nem Holly Hedge a neve, hanem Holly Hatchery. A Hatchery egyébként keltetőt jelent, úgyhogy ez utalás lehet a tojásokra, meg lehet, hogy az űrlények el fogják foglalni az egész Holly-t, és rengeteg tojást ide fognak telepíteni, hogy elárasszák a szigetet. És ha már a tojások, ugye a tojásokból paraziták jönnek ki, és képesek még az állatokat is megtámadni, szegény van disznó. Ha találtok ilyen parazitát, akkor ugye rámegy a fejetekre, 40 életerőtöket leszívja, viszont cserébe nagyon gyorsak vagytok és nagyot tudtok ugrani. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én tegnap próbáltam, nekem rohadtul bejön ez a parazita cucc. Igaz, hogy kevesebb az életerőm, hiszen 60-on vagyok, viszont 100 shield-el szerintem nem lehet olyan gyorsan meghalni. És cserébe tényleg nagyon gyors az ember, így nagyon gyorsan lehet harcolni is. Sőt, ha ez nem lenne elég, a fejünket megvédi a parazita. Ami azt jelenti, hogy mondjuk ha sniperezünk és ellövi a fejünket, akkor nem kapunk sebzést, csak a parazita meghal a fejünkről, úgyhogy megúsztunk egy fejlővést. Természetesen, ha lesebződik a kis parazitánk a fejünkön, akkor fel tudjuk magunkat hillelni, ezáltal úgymond megetetjük őt, hiszen ha 100-on vagyunk, akkor folyamatosan ismételten csökkenni fog, és ugye felhilleli magát a parazita a fejünkön. Ami még tegnap elmaradt, a Hydro 16-os gátnál került be egy új boss, ami mítikus régen dob. Ezt ugye mondtam is nektek, hogy ez jönni fog, csak ugye azt hittem, hogy majd azt hiszem Believer Beachhez fog jönni vagy Korálhoz, de ezek szerint ide került a gáthoz, itt tudjátok megtalálni. Steamhez is került be egy új NPC, ez az ügynöki UFO, ami elég viccesen néz ki. Elvileg ez nem lesz majd item shopper skin, vagyis jelenleg úgy van bent a fájlok között, hogy csak is NPC, úgyhogy ne várjátok, hogy ő skin lesz. Sajnos fegyvert még tőle nem lehet venni, de szerintem majd egy exotikot fog árulni a későbbiekben. Biztosan már jó páran találkoztatok olyan NPC-vel, ami igazából nem is NPC, csak ez simán egy karakter egy random helyen, és immotolni lehet vele. Nos, a tegnapi frissítéssel kerültek be ilyen random NPC-k, akikkel nem lehet beszélni, csak úgymond immotolni lehet velük, szóval immotolnak össze-vissza, le kell utánozni, cserébe megdob minket Chucksplash-sel. Az, hogy őket hol lehet pontosan megtalálni, nem tudom, én is egyet-kettőt találtam meg, random helyen, mindig valami más karakterrel, szóval nem tudom, srácok. A leakerek szerint a fájlok között el van rejtve egy nyári Ripley skin is, ugyanis a Backbling, ami bekerült most, ez a kis kagyló rák, ez Slurp szériába tartozik, nem tartozik hozzá skin, szóval arra tippelnek, hogy mivel Slurp series, ezért Ripleyhez fog tartozni, ugyanis a fájlok között úgymond utalások vannak arra, hogy Ripley visszatér nyári verzióba, szóval készüljetek rá, ha aki esetleg szereti a Ripley skint. Hát srácok, ennyi lett volna az a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Igen srácok, a héten még lesz teória videó, de úgy voltam vele, hogy mivel ennyi információ jött megint a frissítésről, ezért még elhalasztottam, illetve ma jönnek új challenge-ek, meg új űrlénykincsek, meg minden, úgyhogy ideje gyűjtögetni, utána mehet a teóriázás. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, Gozi Rader voltam, sziasztok!